la 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 la. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy erdő. Ez az erdő valaha szép, tiszta erdő volt. Benne állatok éltek, csicseregtek a madarak, túrázók jártak erre, hogy meglessék a tisztáson legelésző őzikét. Így volt ez egészen addig, amíg az emberek ide nem kezdték hordani a szemetüket. Itt a szemétkupacok között születtek mesénk hősei. Papír Robi, Bádog Andor, Pityó Kapál és persze Szatyor Aranka. Eldobott dobozokból, üvegekből, rozsdásodó fém hulladékokból. Évek óta bolyongtak már itt az erdőben, várták a segítséget, hogy valaki egyszer majd megtisztítja az erdőt, ők a helyükre kerülnek, és egyszer majd újra hasznosak lehetnek. De csak hiába vártak. Egy nap egy papírkalacsint hozott erre a szél. Egy összegyűrt újságpapír volt. Bádog Andor éppen odébb rúgta volna, amikor meglátta a főcímet. Környezet tudatos óvodások. Elsők az italos karton doboz gyűjtő versenyben az egrisek. Heuréka! Kiáltott fel. És a társaihoz szaladt, akik a közeli bokrok alatt szenderegtek. Megvan a megoldás! Kiáltotta. Az egri úti óvodások, ők majd segítenek nekünk. Gyere velem, Papír Robi, majd útközben mindent elmesélek, mondta, s már húzta is maga után a barátját. Játszanak, látod? Ott vannak a gyerekek. Menjünk be is játszunk. Felállok ide. Libikókázzunk, Andor. Jaj, Robi, nem azért jöttünk. És homokozó. Robikám, nem azért jöttünk, hogy játszunk. Nekünk feladatunk van, küldetésünk. Jaj, segítséget igen. Kell kérnünk a gyerekektől. Rendben, rendben. Akkor bemenjünk. Ezek a gyerekek fognak segíteni. Sziasztok! Bejöhetünk? Sziasztok! A gyerekek jó szívvel fogadták az erdei jövevényeket. Éppen olyan szívélyesek voltak, mint Bádog Andor gondolta. Így aztán elmesélték szomorú sorsukat töviről hegyire, s hogy s mint hagyták őket a sorsukra, és szemetelték össze az erdőt az emberek. Bádog Andor ekkor észrevett a gyerekek között egy hatalmas rajzot, és felkiáltott. Szelektív kukák! Szóval egy szelektív sziget képe van ott a kirakón. Na de mit jelent az, hogy szelektív, hogy szelektálni? Az mit jelent az a szó? Szeletelni. Nem szeletelni. Szelektálni. Ja? Az mit jelent? Hogyan dobjuk ki a hulladékot ezeken a szigeteken? Kiválogatjuk. Kiválogatjuk, szétválogatjuk. Anyagfajta szerint meg tudjátok nekünk mondani, hogy miket válogatunk külön? Fémet, ebből vagyok én, aztán. Kartonpapírt és mindenféle papírt, igen? Üveget. Műanyag, így van, ezt nem mondta még senki. És miért gyűjtjük ezeket külön? Mit csinálnak utána velük, ha anyagfajta szerint szét vannak ezek a hulladékok válogatva? Újrahasznosítják. Az meg mit jelent? Mi az, hogy újrahasznosítják? Újra csinálnak belőle műanyagot, fémet, üveget. Képzeljétek el, egy csomó ember hanyagul, rosszul az erdőbe dobja el a szemetet, csak úgy, mint minket is odadobtak, pedig a mi helyünk nem ott van. Nem bizony. Az erdő teljesen szemetes. Ti szeretitek, ha szemetes a szobátok? Nem. Szeretitek a rendet? Tegye fel a kezét, aki szereti a rendet. Tegye fel a kezét, aki rendbe szokta rakni a játékait. Na, hát képzeljétek el, hogy minket nem jól az erdőbe dobtak el ezek az emberek. De nem csak nekünk van szükségünk segítségre, hanem képzeljétek el, kit várnak a barátaink? Szatyor Aranka és Pityó Kapál. Ők is nagyon nagy bajban vannak. És azt olvastam az újságban, hogy itt az egri úti óvodában ti nagyon jól gyűjtötök. Miket szoktatok gyűjteni? Italos kartont is sokat gyűjtöttetek belőle? Nem? Igen! Ha ti ilyen ügyesen tudtok gyűjteni, segítetek nekünk! Igen! Megtisztítjuk együtt a parkot, az erdőt, a természetet! Tényleg? Na hát akkor, kesztyűre fel! A kis lurkók örültek, hogy mások is ilyen hasznosnak látják a munkát, amit elvégeztek, azzal, hogy azt a rengeteg italos kartont összegyűjtötték. Meg aztán szerettek is volna segíteni újdonsült barátaiknak. És a feladat, a nagy kihívás megtisztítani az erdőt igazán jó mulatságnak ígérkezett az ökodetektívek számára. Az a jó, ha szelektív, legyél ökodetektív!
Az aprócska ökocsapat felkerekedett, és az ovisok dalolva jókedvűen követték Robit és Andort a közeli erdőig. Látjátok, miről beszéltem? Ez van itt az erdőben, az emberek mindenfélét eldobálnak, azt nézd, ott is mindenféle van. Annyit tudnátok nekem segíteni, hogy elmondani, hogy ezek milyen fajta szemetek? Miből van itt mindegyik szemetek? Papírból! Mondjatok nekem olyan dolgokat, amiket otthon használtok, és papírból van. Újság. Igen, nyugodtan lehet, újság, jó? Újság, nagyon jó, esetleg valami más. Teljes doboz, oké. Kefires doboz, igen, az is lehet végül is papírból. És valami, amire szoktatok mondjuk rajzolni? Papír! Hát végül is papír, igen, rajzlap. Milyen színű kukába gyűjtjük a papírt? Erről van szó! Gyűjts össze sok papírt, ne hagyd szana szét! Várja a nagy kuka, minek színe? A gyerekek egy szempillantás alatt összekapkodták a széthaigált papírhulladékokat, zacskókat, újságokat, papírgalacsinokat, füzeteket, hogy útjuk végén mindezt a kék szelektív gyűjtőkukába dobják. Nem pihenhettek sokáig, egy bokor mögül sápítozó női hangra lettek figyelmesek. És te ki vagy? Én? Szatyor Aranka vagyok, én műanyagból vagyok. Nagyon-nagyon sok mindent lehet készíteni műanyagból. Tudtok-e olyan tárgyakat, amik műanyagból készültek? Villa. Villa, műanyag, villa. Műanyag evőeszköz, így van. Kanna. Igen. Műanyag tányér. Mi ez a rengeteg dolog itt a kezemben? Műanyag szatyor, bizony. És miből van a topánkám? Doboz. Ételdoboz. És képzeljétek el, ahelyett, hogy az emberek újabb és újabb műanyag szatyrot használnának, mehetnének sokkal tartósabb és nagyobb, más anyagból készült kosárral, vagy táskával vásárolni. Tudjátok-e, gyerekek, hogy milyen színű kukába gyűjtjük a műanyagot? Sárga! Így van, sárgába! Mielőtt kidobnánk a műanyag flakont, szerintetek úgy dobjuk ki, ahogy van, vagy kimossuk előtte, hogy tisztán kerüljön? Így van, bizony kimossuk. És aztán pedig, ami meg túl nagy, arra jó rálépünk, hogy összenyomjuk. Szatyrokat és flakon műanyagot várja. Ez itt a nagy kuka, minek színe? Sárga! A gyerekek azért, hogy segítsenek szegény Arankának, itt is gyorsan összegyűjtötték a szétdobált flakonokat, palackokat, zacskókat és szatyrokat, hogy a kalandjuk végén a sárga kukába dobják. Tovább mentek, mendegéltek, amikor irdatlan üvegcsörömpölésről lettek figyelmesek. Felrúztak gyerekek, olyan szomorú vagyok. Pityóka Pál a nevem, és elhajítottak. Tudjátok, miből vagyok? Igen. Tényleg üvegből vagyok, nézzétek csak meg. Van ilyen, ez milyen színű ez az üveg? Zöld. Zöld, azt mondjuk, hogy színes üveg. És a másik kezemben? Fehér. Fehér. És olyan haszontalannak érzem magam. Itt az erdőben nincsen semmi helyem. Meg tudjátok mondani, hogy mi van üvegből? Mondd. A mézes üveg. A mézes üveg nagyon jó. Ablak. Az ablak is üvegből van, igen. Képzeljétek el, hogy vannak olyan kukák, amikben bedobják ezeket az üvegeket. Milyen színű lehet ez a kuka? Zöld. Zöld, nagyon jó. Vannak olyan helyek, ahol külön gyűjtik ezeket az átlátszó üvegeket, meg vannak olyan helyek, ahol együtt gyűjtik. Ökoblokán az üveget meg le örökön, nem átlátszó színes üveg. Mire a gyerkőcök a dalt megtanulták,
egy darab üvegszemetet sem lehetett látni az erdőben. Minden üres, befőttes, szörpös üveget összegyűjtöttek a kis ökodetektívek, hogy aztán a kalandjuk végén azokat mind a fehér és zöld kukákba dobják. Ahogy tovább sétáltak az erdőben, egyszer csak egy nagy halom rozsdás fémdobozba botlottak. Látjátok, milyen szemetes az erdő! Csupa fém szemét minden. Tudtok nekem fémet mondani, ami fémből van? Olyan tárgya. Mi van itt a kezemben? Pizza vágó. Hát valami vágó. És ez itt? Pizza. Sajtreszel. És a lábai miből vannak? Csupa fém doboz, amiből isznak az emberek. És a hajam miből van? Mosogatószivacs. Fém mosogatószivacs bizony. A fém egy nagyon tartós anyag. Mit gondoltok? Mennyi idő alatt bomlik le a fém? Jó. Jó, sok bizony. Soha-soha nem bomlik le. Azonban elhasználódik. Elrozsdásodik úgy, mint én is. Jaj, fájnak már öreg csontjaim, alig mozog a térdem. És itt nálatok fémet milyen színűbe kell dobni? Sárga! Sárgába. Együtt gyűjtjük a műanyaggal. Fémdobozok, műanyagok összeálltak párba. Mind a kettő kukájának közös színe sárga! A kis ovisok akár csak korábban a papírt, műanyag és üveghulladékokat, most a fém szemeteket, sörös, italos dobozokat is szépen összegyűjtötték egy nagy zsákba. A lurkók is jól elfáradtak a hosszú nap végére. A szelektív szigethez érve, gondosan, külön válogatva minden hulladékot a saját kukájába tettek, hogy egy napon aztán újra hasznosítsák, és így újdonsült barátaik is újra hasznosnak érezhessék magukat. Bádog Andor, Papír Robi, Pityóka Pál és Szatyor Aranka lelkesen hálálkodtak a gyerekeknek, és búcsút intettek a kis csapatnak. Az a jó, ha szelektív, legyél ökodetektív! Hello, sziasztok! Köszönjük szépen! La 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 la